Fűvésztudománya mecsek lábánál. Ezzel a címmel nyílt meg egy különleges kiállítás a Pécsi Klimó könyvtárban. A tárlat tematikáját két részre lehet bontani. Egyrészt a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont könyvtári hálózatának a külkönyv különlegességeit, beleértve a Klimó könyvtárnak a különleges könyveit, visszamenve egészen a 17. századig. A másik pedig a Pécshez köthető híres botanikusoknak az életét és munkásságát mutatja be. A Pécsi Egyetem botanikus kertjében nyíló különlegességeket is megismerhetik a látogatók, valamint a herbáriumok világába is bepillantást nyerhetnek az érdeklődők. Többek között a Szemei születésű Mayer Móricz munkásságát is bemutatják a tárgyak. A botanikus a 19. században kutatta a mecsek növényvilágát. A könyvek és a préselt virágok mellett pedig festett alkotások is láthatók, ezeket Balogh Károly készítette akvarell technikával. Vele kapcsolatban az az érdekesség, hogy ő nem botanikus volt, hanem a Pécsi királyi ítélőtáblán dolgozott, de így kedvtelésből így a mecseknek a virágos növényeit így megfestette. És a nagy gyönyörű akvarelleket készített róla. Így 1848-tól 1920-ig élt, és ezekből az akvarellekből is látható néhány kiállítva a vitrinekben. A tárlat 2023. március 31-éig látogatható a Klimó könyvtárban. A kiállítás anyaga ezután visszakerül a helyére, hiszen többek között a botanikus kert és a természettudományi kar felajánlásában lehetnek itt a tárgyak.